Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy általatok ajánlott játékkal fogunk játszani, amit innen is köszönök szépen. Ennek a játéknak az a neve, hogy 5 éjszaka a Shrek Hotelben. Semmit sem tudok erről a játékról, csupán annyit, hogy az előbb vásároltam meg, és most fogom veletek együtt megnyitni. Szóval akkor rá is kattintok, már tönkre tettük a gyerekkorunkat, ugyanis volt már egy Shrekes horrorjáték itt a csatornámon. Szóval itt is van most a következő. Brutál hangos, szóval egy kicsikét lejjebb halkítom. Kajakra nem tudom, hogy lesznek-e ám itt jumpscare-ek, vagy pedig nem. 5 éjszaka a Shrek Hotelben. Figyelmeztetés! Ebben a játékban villanások, illetve jumpscare-ek vannak. Na most már akkor tudjuk, hogy itt lesznek jumpscare-ek, szóval így fogok készülni. Itt van egy para ajtó. Valamilyen okból kifolyólag egy új városba költöztél, van már munkád, de nincsen elég pénzed, hogy vegyél egy házat, szóval te arra a döntésre jutottál, hogy eltöltesz 5 éjszakát a Shrek Hotelben, és ameddig itt tartózkodunk, talán fogunk tudni elég pénzt gyűjteni, hogy vegyünk egy házat. Az új munkánknak köszönhetően, hát szia Shrek! Miért nézel ki ilyen parán? Nagyon, de nagyon nem tetszik már most nekem ez a játék. Az első éjszakánál vagyunk jelenleg, és kajakra bármerre is megyek, Shrek folyamatosan követ minket a fejével. Nagyon, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon a Shrekből én egy karakter leszek-e, vagy csak így egy full ismeretlen ember. Ó, szia itt, üdvözöllek a Shrek Hotelben. Mégis hogyan tudok neked segíteni? Szia, kérhetnék egy szobát 5 éjszakára, kérlek. Természetesen van egy üres szobánk a második emeleten. Ezt jegyezzük meg, ugyanis lehetséges. Aha, vele már nem tudok interaktálni, szóval gondolom, hogy ez zárva van. Ez is zárva van. Nekem kell megkeresnünk a szobánkat. Nem tudok esetleg kimenni innen, mondjuk egy békés és barátságos helyre, ahol mondjuk nem akarnak minket megölni. Tesó, milyen hotel ez, ahol rendes, úgy kell felmenni a szobákhoz, hogy van itt egy ilyen kis fura szoba, amiben ilyen régi hordók vannak, amik lehetséges, hogy nukleáris dolgokat tartalmaznak, ki tudja. Jövünk is erre, ne csináljátok már! Ott van konkrétan Szamárnak a feje. Mégis miért kellett ezt tenni szegénnyel? Most kajakra Szamár meghalt? Most az ajtóval tudtam interaktálni, először egy pillanatra azt hittem, hogy Szamárnak a fejével, de hát menjünk is tovább, minthogyha az egyik kedvenc mesémnek a főszereplőjét nem láttam volna lefejezve. Aha. Ott bizony nagyon is kúszott valami. Tesó. Mi ez a kép Shrekről? Hát akkor ezért Shrek Hotel a neve. Mivel gondolom, hogy rengeteg dolog itt Shrekhez lesz kötődve. Meg hát a recepciós is Shrek volt. Ide be tudok menni, most már csak az a kérdés, hogy vajon ez-e az én szobám? Milyen gizda automata van itt? Na várjatok, csak errefele ment ez a fura lény, szóval megpróbálok benyitni ide is. Hát ez nem jött össze. Ezzel sem tudok interaktálni. Akkor szerintem menjünk be a szobánkba, és pihenjünk le. Miért nincsen egy ablak se a szobámban, meg miért nincsen itt fürdőszoba? Nagyon, de nagyon nem tetszik nekem ez az egész. Ki kell mennem a fürdőbe, még mielőtt lefeküdnék aludni, és akkor a fürdő nem a szobához tartozik.
hanem gondolom, hogy valahol a folyosó végén lesz. Hát lassan kezdek elveszni, de innen jöttem be, nem? És akkor egy emeletes az egész szálloda. Na, ez az én szobám, ugye jó? És akkor nem tudtam benyitni sehova. Vagy lehetséges, hogy le kell mennünk vissza a Shrekhez? És lent van a fürdőszoba? Hát haver, milyen puritán helyen vagyunk, már nem azért. Még rányitok egyet. Ide is, de nem. Erre már lemegyünk, már rendes össze vagyok zavarodva, vagy mégis mi merre van. Na várjatok. Hello Shrek, a fürdőt keresem. Na, meg is kérdezi ezt tőle. A fürdő az első ajtó itt balra. Oké, nagyon szépen köszönjük. Szóval akkor ezen a szinten van. Tesó, itt nincsen egy zuhanyzó vagy valami? Nem tudnak zuhanyozni a szállodának a vendégei? És akkor most... Ember! Rendes, megijedtem! Először azt hittem, hogy a WC-ből már elkapott valami minket. De hát szerencsére nem mossunk is kezet. Nem mossunk kezet? Hát jó igénytelenek vagyunk, mit te mondjak, de jól van. Menjünk is akkor tovább. Kösz, Shrek, jó volt! Nem tudunk vele interaktálni, de ő figyel minket. Jó, na, induljunk is meg akkor a szállodai szobánk felé. És akkor aludjunk is végre. Melyik volt az? Az a baj, hogy rendes feszültségben vagyok, és így nem tudok annyira összpontosítani, hogy emlékezzek itt a dolgokra. Na, most már akkor sikeresen tudtunk is aludni, és el is következik a második éjszaka. Hát szia Shrek! Üdv újra itt! Mégis mit csináltál ma, hogyha nem túl indiszkrét, hogy megkérdezem, dumálgassunk vele! Nagyon, de nagyon keményen dolgoztam az új munkahelyemen, és már nem kell sok, hogy meg tudjam venni az új házamat. Erről van szó, az király, erről jut eszembe, hogy van még pár feladat itt a hotel körül, és takarítani kéne, de nekem nincsen már rá időm, szeretnél besegíteni, és akkor fogok érte fizetni. Hát köszi, inkább nem! Bárhogyha belegondoltok, akkor sokkal, de sokkal hamarabb szabadulunk innen. Hát ez brutálisan jól hangzik. Szuper! Látod a dobozokat mögötted? Kérlek, vidd fel az emeletre, méghozzá az első szobába. És nem már, hogy kölyökre, egyesével kell majd felvinnem őket. Na, vigyük is, nincs itt semmi probléma. Miért érzem, hogyha kinyitom itt ezt az ajtót, akkor jumpscare lesz, ugyanis az első éjszakán is láttunk ott valamit. Hát ez az első szoba, nem? Dehogy nem? Miért vannak fegyverek ebben a szobában? És igazán nyitva maradhatna az ajtó, hogy ne kelljen folyamatosan mindig kinyitnom, ugyanis annyira par egy horror játékban, hogyha így random belépsz valahova. Na, de pörgessük fel itt a munkatempónkat, és akkor rohanjunk is a második dobozzal. Tökéletes, jó. Nézzük amúgy a jó oldalát, még egyszer sem ijedtem meg úgy igazán ez a játék során. Hát reménykedjünk benne, hogy nem is fogok. Annyira félve nyitom ki az ajtókat, hogy csak na. Na de akkor jöhet is az utolsó doboz. Jó, már rendes. Hamarosan jobban fogom ismerni ezt a hotelt, mint a tenyeremet. Tudjátok, mondom ezt most, aztán 2 perc múlva teljesen el fogok tévedni. Annyira fura, hogy a lépcsőn nem enged minket sprintelni. Na de, itt is van az utolsó doboz. Menjünk is akkor vissza Shrekhez. És bizony, le fogom gombolni a fizetésemet. De nem hinném, hogy csak ennyi melót csináltat velünk, de hát aztán ki tudja. Jó, itt is vagyunk, megcsináltam főnök! Nagyszerű munka, most már aludj nyugodtan, holnap fizetlek ki, jó éjszakát!
Csak nehogy itt átverjen minket. Hát ki tudja, hogy megéljük-e a holnapot. Ki kell mennem a fürdőszobába, még mielőtt felmennék. Hát menjünk is akkor a fürdőbe. Most már nem fogok megijedni, hogyha WC-n fura dolgokat fog művelni. Nagyszerű ez a játék. Ki volt az a beteg állat, aki ezt csinálta? De hát tudjuk ugyanis a játéknak a legelején ki volt írva az alkotónak a neve. Jó, menjünk is fel, de akkor is ez a szamár szobor és rendes kancsal. Pedig nem volt kancsal. Aztán lehetséges, hogy csak így oldalról tűnt annak most nekem. Na de, menjünk is akkor be a szobánkba. Hoppá, hoppá! Hogy egyből ide találtam? És akkor aludhatunk is nyugodtan, és kezdetét fogja venni a harmadik éjszaka. Ne csináld már, hogy 180 fokban meg tudod fordítani a fejedet. Mégis mi volt ez? Lehetséges, hogy rémálmunk volt, és Shrekről álmodtunk? Na! Szia Shrek! Hogyan aludtál előző éjszaka? Hát, nem túl jó, de szerintem hazudni fogunk neki, de nem hazudunk, ugyanis mondja, hogy rémálma volt meg minden. Nagyon-nagyon sajnálattal hallom ezt, de remélem, hogy most már jól vagy, és van ma éjszakára egy új munkám számodra. Még az előző munkánkat se fizetted ki, kérjük már el először arra a pénzt. Azt szeretném, hogy most fel a szobát, ahova a dobozokat tetted tegnap, utána pedig jó lenne, hogyha kitakarítanád a fürdőt is, kérlek. De azt mondta, hogy ma ki fog minket fizetni. De hol találok felmosót? Az is vajon fent lesz? Nagyon, de nagyon nem tetszett ez a rémálom, és van egy olyan érzésem, hogy mostantól lesz egyre parább ez a játék, és mostantól fog beindulni itt az esemény. Lehetséges, hogy félrefordítottam, és innen csupán a felmosót kellett lehozni, és igazából a lenti WC-t kell felmosnunk. Na de ezt én le is hozom ide. Jó. Kíváncsi vagyok majd, hogy vajon a rémálmunk valósággá fog-e válni. Aha, félrefordítottam egy kicsikét, szól azért elnézést. Ja, ez már fel is van mosva, és ennyi volt. Ne csináld! Mégis hova tűnt a Shrek? A recepciós arcnak mindig itt kéne lennie, de cserébe volt egy kulcs az asztalon. Hát akkor menjünk is fel, és derítsük is ki, hogy mégis mit nyit ez a kulcs, amit találtunk az előbb. Vagy először ne rakjam vissza ide a felmosót? Bár lehetséges, hogy nem lett volna hülyeség, hogyha magamnál tartom, ugyanis, hogyha meg kell védenünk magunkat, akkor annak segítségével valamennyire meg tudtuk volna, na de ez a szoba mindig zárva volt, szóval szerintem ezt fogja nyitni a kulcs. De nem, még most is zárva van. Hát de akkor mégis hova menjek? Vagy lehetséges, hogy lent nyitott valamit? A szobámban. Tudok interaktálni az ágyjal. Kajakra eltűnik a recepciós, meg minden, és akkor én pedig elmegyek békésen aludni. Úgy, hogy előtte elloptam a kulcsot. Nem olyan logikus ez számomra, de hát figyeljetek, tuti, hogy csak kiment egyet cigizni, vagy valami, nem? Most pedig sokkal, de sokkal durvább rémálmom lesz, mi? Fuss, és ne nézd magad mögött, figyelj! Nem kell nekem többször mondanod, én futok. De mi lenne akkor, ha magam mögé néznék? Hát de, tesó, nincs ott semmi. Azért milyen bátor voltam, láttátok mi? Ne csináld! Ember, mennyire hangos volt ez! Fúj, libabőrös vagyok, és érted? Éppen elkezdek arcoskodni, jaj, milyen bátor voltam, hogy nem néztem magam mögé. Erre pedig... Itt van a jumpscare, és brutál módon megijedtem. Annyira szemét módon van megcsinálva, hogy kajakra az egész játék. Brutál halk, na de a jumpscare, az hangos.
Most nem tudok oda bemenni vajon? A rémálmunk miatt nem tudunk már ismételten aludni, ugyanis nagyon fel vagyunk zaklatva, de egy csomó idő akkor már eltelhetett, szóval Shreknek vissza kellett volna már érkeznie. Hát menjünk is le is nézzük meg. Mégis miért van itt ez a tábla? Meg ez mit jelent, hogy emberek nem tartózkodhatnak itt? Lehetséges, hogy egy olyan hotelben vagyunk, amit már rég bezárattak? Na! Hát visszatért Shrek! Hát szevasz főnök! Én eléggé félek tőled, de hát eddig kedves voltál velem. Ó, éjfél van uram! Mégis miért van ébren? Hát, brutálisan rossz rémálmom volt ismételten. Egyébként te mégis merre voltál? Ugyanis nem találtalak, miután kitakarítottam a fürdőt. Ó, nagyon sajnálom. Én csináltam valamit. De mégis miért nem mondja el, hogy mit? Megnéztem a WC-t, és brutálisan tiszta lett. Köszönöm szépen. Most pedig menjél aludni, ugyanis éjszaka van. Mi van akkor, hogyha benézek a WC-be? Nem tudok benézni a WC-be, hanem akkor megyek felfele, minthogyha mi sem történt volna, de nem szeretnék tovább ebben a hotelben tartózkodni, már nem azért. Itt volt a szobánk, ugye? Aha. De az a kulcs, amit felvettem, még mindig nálunk van. Lehetséges, hogy majd a legutolsó éjszakán fogom tudni kinyitni azt az ajtót, amit az előbb nem tudtam. Na de akkor el is érkeztünk a negyedik éjszakához, és mégis miért ilyen para a Shrek, és miért glitchel a feje? Tudja, hogy nem véletlen, meg miért pislákol a lámpa? Brutál módon libabőrös vagyok már, nem azért, de én nem szeretnék vele nagyon beszélni. Megkérdezzük tőle, hogy minden rendben van? Persze, persze, minden rendben van, csak egy kis technikai problémák vannak a világítással. Hát, akkor jó, aha, nagyon, de nagyon jó. Szeretnéd, hogy valamit csináljak ma? Nem. Mármint akarom mondani, igen. Hogy mi? Megkérdezi tőlünk, hogy félsz a vértől? Miért kérdez ilyet? Nem, de mégis miért kérdezed? Hát akkor hozd le a felmosót, és takarítsd ki a fürdőszobát ismételten. Miért véres a fürdő? És nézzétek meg! Most már eltűnt az a kis tábla, ami idáig itt volt. Hát eléggé gyanús nekem ez az egész. De hát figyeljetek, én teszem, amire kért engem. Itt volt a felmosó, ugye? Aha. Szóval hozom is a felmosót. De hát az jó jel, hogyha visszatért és még él a Shrek, nem? Bár amennyire para, én simán kinézném belőle, hogy ő végezni fog velünk. Meg hova tűnhetett vajon az előbb? Tudja, hogy itt lesz egy jumpscare. Hát tegnap egész éjszaka nem volt itt. Kajakra megöltél valakit, Shrek, és velem takarítatod el a holttestét? Mégis mi folyik itt? El kell tűnnöm most azonnal. Hamarabb ez nem jutott eszedbe, haver. Mert mióta el kéne innen tűnnünk? Hát tűnjünk! Ne csináld! Jézusom, de megijedtem, ember! Fú, te! Leütött minket a Shrek! Látszik, hogy mennyire libabőrös vagyok? És itt is vagyunk, az ötödik éjszakán, hol vagyunk, egy backroomsban? Nem fogok tudni innen kijutni mi, meg miért nem kezd el támadni minket a Shrek, de hát én próbálok menekülni. De nem tudok errefele tovább haladni. Miért nem tudok? Beszélnem kell vele, mi? Persze, hogy beszélnem kell vele. Engedj innen ki, te dagadt zöld szemét! Hogyha teljesíted ezt a kihívást, és nyersz, akkor bizony ki fog minket engedni, az a feladatunk, hogy 40 hagymát
kell összegyűjtenünk, de hogyha ez nem jön össze, akkor le fogja nyúzni a bőrünket, és egy percünk van erre az egészre. Rohadjál meg, Shrek, hát bízzátok csak rám! Tempózzál, vagy pedig meg foglak ölni. Aha! És akkor el is indult. Visszaszállna, ne csináld már, hogy... Várjatok, csekkoljuk le, nem kell E-betűt nyomnom. Jó? 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 Nem lesz ez meg, hát lehetetlen, tesó! Jó? Ott is van még. Az a kérdés, hogy vajon több hagyma van-e, mint amennyire szükségünk van. Nagyon, de nagyon remélem, hogy igen. Mi ez a zene? Hát... Esélytelen ez már, de nem. Higgyünk magunkban, simán meg lehet ez. De amennyire szemét a játék készítője, én kinézem belőle, hogy direkt úgy van megcsinálva, hogy ne is lehessen összegyűjteni. Hát a felét tudtam összegyűjteni eddig csak, és már nincs is idő. Jó, ez ennyi volt, vége van. Nem lehetett ezt összegyűjteni időben. Le is telt az idő. Vagy várjál már! Nem telt le? Még gyűjthetem? Akkor jó, pedig már rendes készültem arra, hogy jön Shrek, és meg fog minket ölni. Miért változott meg a zene? De még mindig össze kell gyűjtenem 12-ja, hogy már követ minket. Ember! Mi ez a jumpscare? És most előről indul ez a játék, és újra meg kell próbálnom? Vagy pedig most jön az a rész, hogy meg fog minket ölni? Aha, előről indul. Szóval akkor ezek szerint valahogy mégis össze lehet gyűjteni azt a 40 hagymát, de tempózzunk is. Jó. Úgy fussak, mint még soha. Nagyon jó. Már csak 37. De nincsen ennél durvább sprint. Max sprinten vagyunk így is. Jó. Jó. De az nyugtat egyébként. Ja, várjál már. Fix az egész pálya. És a hagymák is fix helyen vannak szerintem. Pontosan 40 van csupán. Szóval, hogyha van olyan, amit nem szedtem fel, azért vissza kell mennünk. Na várjatok csak. Eljövök ide. Lehetséges, hogy ez nagyon, de nagyon rossz irány, ugyanis először a Shrek közelében lévőket kéne összeszednünk, ugyanis onnan fog elindulni véres szemekkel, és onnan fog elkezdeni vadászni ránk. Mik ezek a szűk folyosók? Már nem azért. De nagyon jól állunk, ugyanis szerintem ez még bőven meg lehet. Itt van még. Kell még 9 darab. Nem lesz ez meg most semmi. Nagyon, de nagyon libabőrös vagyok. Valahogy nem tudjuk amúgy kicselezni. Várjatok. Szerintem, de nem. Meg lehet ezt csinálni, csak nekem most ez az egészhez nincsen türelmem, szóval sajnálom, brutál jó játék volt, én rettentően élveztem, és azért eléggé a frászt hozta rám, hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, a főcsatornámmal együtt, hogyha pedig még esetleg nem nyomtátok volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videóban, addig is, szevasztok!